Darázs Sándor összesen 2047 aláírással érkezett Szegedre, hogy átadja azokat Hatházi Ákosnak. Állítása szerint nem volt nehéz dolga, hiszen az alig 8000 fős kisvárosban gyorsan összegyűltek a kézjegyek. Az emberek tudják, miért fontos ez a kezdeményezés. Egészsége, bízom benne, hogy más településeken is lesz hasonló. Látják azt, hogy milyen lopások történnek az országban. És látják azt is, hogy el vannak mismásolva, cselekmények nincsenek megfelelő módon kivizsgálva. Sándorfalván is vannak olyan korrupció, vagy voltak olyan korrupció gyanús események, amelyek hát lehet, hogy olyan úgy fognak majd végződni, mint az Eliosz, hogy nem történt bűncselekmény. Az országos rendőrfőkapitányság nemrég jelentette be, hogy megszüntetik a nyomozást az Eliosz a miniszterelnök vejének cége ügyében bűncselekmény hiányában. Hatházi szerint egyrészt fájó, hogy nem derülhet fény a korrupciós ügyre, másrészt viszont ez ráébreszteti az embereket arra, hogy szükség van az elfogulatlan, Fidesztől független európai ügyészségre. Ha már lenne Európai Uniós ügyészség, akkor a miniszterelnök veje, és akár sok polgármester, többek között Lázár János is, vagy előzetes, vagy már teljes letartóztatásban lenne, börtönben lenne. Ezek az tények annyira világosak, annyira egyértelműek, hogy azzal, hogy lezárta a magyar rendőrség ezt a nyomozást, ezzel egészen egyértelműen emberek milliói számára alátámasztja, hogy alá kell írni ezt a aláírásgyűjtő ívet. Hatházi szerint a legutolsó, október végi adataik szerint már több mint 200 ezer aláírás gyűjtöttek össze, Szegedről és a környékéről is majdnem 10 ezeret jutottak el hozzájuk a gyűjtőszervezetek.